Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Közepes kockázatú a megye. A sertéspestisről tartottak képzést a térség vadászainak. Hunyadi 560. Hagyományteremtő céllal rendeztek versenyt a magvetőben. Csillagász a kézjegyben. A műsorban Márki-Zay Lajos beszélt élményeiről és nehézségeiről. Táncművészet a kamarában. Kulcsár Noémi Tell Labor című produkcióját láthatta a közönség. Térségünkben ugyan nincs jelen az afrikai sertéspest is, de a román államhatár közelsége miatt Békés megye közepes kockázatú területnek számít. A Békés megyei kormányhivatalban járványvédelmi vadászképzést, valamint vizsgát tartottak ezzel kapcsolatban. Ezen a hírem. Sajnos tényleg itt lebeg a fejünk fölött ez az afrikai sertéspest is probléma. Járványvédelmi vadászképzést, ezt követően pedig vizsgát tartottak hétfőn Békéscsabán. Békés megyében továbbra sem jelent meg az afrikai sertéspest is, viszont Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében már felütötte a fejét a járvány. A megyében nincs sok vaddisznó. Ravovszki János, a Békés megyei vadásztársaság elnöke az eseményen kiemelte, a törzsállomány 1500 példány, a terítékre kerülő állatok száma pedig ugyancsak 1500. Itt van Románia, a román határon túl azért komoly gondok vannak, ahogy legalábbis a sajtóból, illetve a médiából értesülünk. Tehát ezt szeretnénk valamennyire megvédeni, hogy úgy szakszerűen járjunk el mi vadászok, akik nap mint nap kín vagyunk a vadász területen, hogy ez ne terjedjen tovább ez a járvány. Nagy öröm számunkra, hogy a mai délelőtt folyamán zöldbe borult a Békés-megyei kormányhivatal vadtanácskozó terme. A kormányhivatal 2017. augusztusában kötött együttműködési megállapodást az Országos Magyar Vadászkamara Békés megyei területi szervezetével a 15. Országos Vadásznapon Mezőberényben. A megállapodás célja az volt, hogy a felek hozzájáruljanak Békés megye területén a vadgazdálkodás fejlesztéséhez, a vadászati tevékenység vidéki gazdaságban betöltött szerepének erősítéséhez, valamint a vadásztársaságok működésének elősegítéséhez és a vadászattal összefüggő foglalkoztatás bővítéséhez. A járványvédelmi vadászképzés egyik fő vonulata abból adódott, hogy megjelent egy országos főállatorvosi határozat, ami kötelezettséget szab mind a hatóságra, mind a vadászati jogosultsággal rendelkezők számára. A területeket alacsony, közepes és magas kockázatú térséggé nyilvánítják. Békés megyében a vadászterületek 10%-a alacsony, míg 90%-a a román határ közelsége miatt közepes kockázatú területnek számít. Ha felütni a fejét a betegség a megyében, és bízunk benne, hogy erre nem fog sor kerülni, abban az esetben magas kockázatúvá válna a megye, és csak abban az esetben tud a vadászatra jogosult társas vadászatot szervezni, hogyha a hivatásos vadász, illetve a vadászatra jogosult részt vesz az állategészségügyi hatóság által folytatott képzésen, ott sikeres vizsgát tesz és tanúsítvánnyal rendelkezik. Érezve ennek a felelősségét és a megye vadállománya, illetve a vadászat, mint tevékenység iránt érzett felelősségünk tudatában rendeztük meg a mai napon ezt a vadászati képzést. A lehető leghamarabb, ahogy megjelent a határozat, a lehető leghamarabb időpontot választottuk ki ennek a képzésnek a megtartására, és ma szép számban megjelentek a vadászok, hivatásos vadászok, sportvadászok. A vadászok a délelőtt folyamán hasznos információkat hallgathattak meg a betegség terjedéséről, annak az élettanáról, valamint a megelőzés lehetőségekről. Ezután vizsgát tettek, melynek sikeres teljesítése után átvehették az erről szóló tanúsítványt. Hagyományteremtő céllal Hunyadi 560 néven rendezett megyei történelemversenyt a Magvető iskola. A döntőbe jutott 8 csapat közül 3 gyulai is helyet kapott, ők mérték össze tudásukat játékos, interaktív feladatok megoldásával. Hunyadi 560 néven rendezett megyei történelemversenyt a Magvető Református Általános Iskola. A versenyre 13 négyfős csapat jelentkezett, nekik egy történelmi tatút kellett kitölteniük, illetve egy iniciálét kellett megrajzolniuk. A megmérettetés döntőjében a Gyuláról, Békés Csabáról, Lőkösházáról és Szeghalomról érkezett legjobb 8 csapat mérte össze tudását.
Ez az első ilyen történelem verseny. Úgy gondolom, hogy ez egy kicsit hiánypótló is, mert hogy a környéken nem sok olyan verseny van, amin a gyerekek megmutathatják a tudásukat. Nem csak írásbeli, hanem interaktív feladatokkal is, illetve prezentációt is kellett készíteniük, tehát gyakorolhatják a szóbeli megmérettetést is. A verseny névadója Hunyadi Mátyás, akit 560 éve koronáztak királlyá. Az esemény védnöke, Görgényi Ernő polgármester beszédében Mátyás király gyulai vonatkozásairól osztott meg érdekességeket. A csapatok a Hunyadi családdal, az adott történelmi korszakkal kapcsolatban tartottak prezentációkat, oldottak meg játékos, interaktív feladatokat, az Észbontók elnevezésű csapat pedig még egy babát is készített korhű ruházattal. Én ilyen érdekességeket fogok mondani, a barátnő énekelni fog, rajzokat, Bálint rajzokat fog bemutatni, Andi pedig ugye a babának és az öltözködését. A szervezők Cirok Sándor Zoltán és Vízlendvai Veres Krisztina hagyományteremtő céllal rendezték meg a versenyt. A következő tanévben második Rákóczi Ferencről szeretnének ugyanilyen formában megemlékezni, hiszen jövőre ünnepeljük erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulóját. Márkizai Lajos csillagász, a Magyar Mérnök Akadémia tagja, 1967-ben végzett matematika-fizika szakos tanárként Szegeden. Az egyetemi évek végén kezdett el komolyabban foglalkozni a csillagászattal, ahol komoly sikereket is elért. Ezekről az élményekről és a 20. század nehézségeiről beszélt Kézjegy című műsorunkban. Márkizai Lajos fiatal csillagász a víztoronnyal kapcsolatban fantasztikusnak tűnő tervekkel foglalkozik. Ezzel a címmel jelent meg újságcikk annak idején, amikor Márkizai Lajos a gyulai víztorony tetejére tervezett csillagvizsgálón kezdett el dolgozni. Egyetemi évei után Gyulán kezdett el tanítani az Erkel Ferenc gimnáziumban, ekkor ért el a csillagászati pályafutása során egyik legnagyobb sikeréhez, amikor egy új ötlettel állt elő ismeretségi körében. Én nekem van egy ötletem, mit szólnak hozzá? Ott egy napfizikai megfigyelő állomás lehetne fent létrehozni. Az előny az, hogy 45 méter magasan van a talajszint fölött ez a kiugró erkély, ahogy megépült később, és itt egy lamináris áramlás valósul meg, tehát nincsen annyi turbulencia, mint talaj közelben, ennél fogva sokkal jobb leképezésre lehet számítani. Az építési tervek a 70-es évek elején már el is készültek az akadémiai megfigyelő állomással kapcsolatban, és 71-ben el is kezdődhetett az építkezés. Márkizai Lajos 1972. május 16-án készítette az első felvételt a szerkezettel. 72. január 1-től teljes állásban én már ott dolgoztam az előkészületeken, sőt már előtte való évben is valamilyen ilyen részállású, valamennyi pénzért ellenőriztem a kivitelezési munkákat. Volt olyan nap, hogy 8-10-szer felmentem a rengeteg lépcsőn meg le. Arról is vannak képeim, ahogy építik a falat, fent a válaszfalakat. Hát ez egy csodálatos dolog volt, hogy az elindult. A Magyar Mérnök Akadémia tagja matematikából már fiatalon jeleskedett, ez vezette őt a matematika és a fizika világába, mely területeken később tanított is. A tanári pálya mellett mindig is a csillagászat volt az, ami a legközelebb állt hozzá. Életútját Kézjegy című műsorunkban részletesebben is megismerhetik nézőink. Kulcsár Noémi, Tellabor táncművészeti produkciója kínálkozott érdekes programként az érdeklődők előtt a Várszínház kamaratermében. Az előadás címét a spanyol festőművész Salvador Dali 1931-es Elfolyó idő című festménye adta. Kulcsár Noémi darabjának a középpontjában Salvador Dali, spanyol szürrealista festőművész áll. A produkció a kortárs tánc, a balett és a képzőművészet közti kapcsolatot mutatja be. A koreográfus rendező elmondta, azért esett a választás a Dali művészetére, mert sajátos módon ragadta meg kora valóságát, az első világháborút követő éveket.
Tulajdonképpen, amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, tehát ugye a dali világában, akkor pont az fogott meg benne, hogy ő a formákat hogyan közelíti meg, és ezt az elfolyó idő adja leginkább vissza nekem, abban, hogy a testek és a formák folyamatos, mint hogyha folyamatos csúszásban, mozgásban lennének, és én ezt próbáltam valahogy a balett kortástánc nyelvén megfogalmazni. Ezen kívül pedig nagyon elkezdett érdekelni az a lelki világ, amivel ő rendelkezhetett, és ennek az őrületét megpróbálni átadni valahogyan a mozdulatok között. A festőművész alkotása a nagy gazdasági világválságot követő elbizonytalanodó való világot ábrázolja. Az előadás címét így adta az 1931-es Elfolyó idő című festménye. A rendező a kor sajátosságainak a megjelenítése mellett a kortárs művészet elemeivel is dolgozott, amikor elkészült a darab koreográfiája. A kortárs tánc az maga az a formák és az előadásmódnak a miensége. Az, hogy a kortárságot az a mai azt adja, hogy ez mai, ma készül, a mostani táncos az ő testükön készült el a koreográfia, tehát a kortárs tánc definíciója, mint olyan nem létezik szerintem, magába foglalhat a klasszikus balettől kezdve, akár a judo és az aikido elemekig mindent, és egy olyan elegye a mozgás, tehát mozgásművészet a ma élő emberén. A Tell Labor produkciójában társrendezőként Halász Gábor működött közre. A két részes előadás során a koreográfusok Dali izgalmas kísérleteinek különös látásmódjának megfelelőjét keresték a tánc nyelvén. Megújult a gyulai Implom József Általános Iskola, rövid hírek következnek. Kettőezer-tizennyolcban a gyulai tankerületi központ 13 intézményében kezdődhetett el az infrastrukturális fejlesztés. A nyertes pályázatok között a gyulai Implom iskola is megújult. A projektnek köszönhetően az iskolához a nemrég önkormányzati forrásból vásárolt és hozzácsatolt ingatlant is felújították, melyet ünnepélyes keretek között adtak át november 23-án. A Békesugár úti Implom iskola a 2011-es fejlesztések után 2015-ben bővült egy épülettel és a hozzá tartozó udvarral. A megvásárolt épületet felújították és egy tornaszobát alakítottak ki, ezzel korszerű feltételeket teremtve az iskola 636 tanulójának testnevelés óráihoz. A november 23-án átadott tornaszobában a teljes elektromos hálózatot felújították, új központi fűtést építettek ki, valamint új öltözőt és vizes blokkot alakítottak ki az egyéb feladatok mellett. Az iskola udvarával szomszédos ingatlan vásárlásáról még 2015-ben döntött a gyulai képviselőtestület. Az infrastruktúrális beruházás mellett a tornaszobába 2,2 millió forint értékben új sporteszközök is kerültek. Többek között új bordásfalat, zsámolyokat és gumilabdákat is beszereztek a gyerekeknek. Az ünnepélyes átadó végén átvágták a nemzeti színű szalagot, így hétfőtől az új eszközöket is használatba vehették az implomos tanulók a testnevelés órákon. Szombat délelőtt ünnepélyes istentiszteleten iktatták be hivatalába Pápai Attila evangélikus lelkészt. Egybe gyülekeztünk Isten szent házába, hogy Isten igéjével és imádsággal beiktassuk hivatalába Pápai Attila testvérünket. Nagy Zoltán, a Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye esperese az eseményen kiemelte, csak egyetlen iktatott lelkésze lehet a gyülekezetnek, viszont küldetése teljesítésére Pápai Attila nem egyedül érkezett a városba. A szolgálat mindennapjaiban mellette van felesége, Pápai Tóth Orsolya. Az ige hirdetést követően Nagy Zoltán átvette a lelkészi meghívó levelet a gyulai gyülekezet előjáróitól, mellyel készek elfogadni Pápai Attilát a gyülekezet lelkészének. A fogadalomtétel után Pápai Attila átvette a gyulai gyülekezet lelkészi megbízó levelét. Csillagok a világban, ha az élet igényére fogja. A beiktatott Pápai Attilára a különböző felekezetek és gyülekezetek lelkészei kérték Isten áldását.
A 25. évfordulóhoz ért a Virágos Magyarország verseny, a jubileum tiszteletére pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség mások mellett Gyulának ajándékozott egy oszlopos gyertyánt. Gyulán évszázados hagyománya van a magas szintű közterületi zöldfelületkezelésnek, virágültetésnek, fasorok telepítésének, a parkok fenntartásának. A város a kezdetek óta részese a Virágos Magyarország versenynek. Ez idő alatt kétszer az első helyet is kiérdemelte. A faültetésen bemutatták a nemrég elnyert aranyfa díjat is, melyet az elmúlt 10 év kimagasló környezetszépítő munkájával érdemelt ki a város. A cserjét péntek délután a Kossuth téren ültette el Görgény Jernő polgármester, Szászné Várkonyi Adrien főkertész, a hagyományőrző gazda és kertbarátkör, a Gyulai Gazda és Polgári Egyesület, valamint a Japán Kertbarátok Köre Egyesület képviselői. Az eseményen elhangzott, az elismerés nem jött volna létre az oktatási és nevelési intézmények, valamint az aktív gyulai lakosok nélkül. Csütörtök este a Városi Könyvtárban mutatták be a Gyula régen és ma könyvsorozat 14. részét, a Gyulai Művésztelepesek című kötetet. Durkó Károly és Szilágyi András könyve művészettörténeti szempontból hiánypótló alkotás. A 121 reprodukált alkotás, 132 fénykép, 29 korabeli dokumentum és a festők életrajza révén az album felidézi a két világháború közötti város életét, az alapítás körülményeit és a művésztelep történetét. A kötet bemutatójának helyszíne a Városi Könyvtár különleges szerepet tölt be a művésztelep életében, mivel 1928 és 1941 között itt állították ki műveiket a festők. Az eseményen átadták a József Dezső díjat, amellyel ebben az évben Domokos Imrét ismerték el a városért és az oktatásért végzett munkájáért. A díjazottat először meglepte a jelölés, az életmű kiállítása megrendezése után nem számított ilyen jellegű elismerésre. Az albumban szereplő festményeket először november 29-én 17 órától a Kohán képtárban tekinthetik meg az érdeklődők. Gyalogos nőt ütött el egy személyautó Békés Csabán, a nő a helyszínen életét vesztette. A Bajza utcán egy személyautó elütött egy gyalogos nőt, aki át akart menni az úton. A balesetben a nő olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A Békés Csabai rendőrkapitányság kéri, hogy azok a járművezetők, akik a történtek idején a balesetben érintett személyautó előtt vagy mögött haladtak, a körülmények tisztázása érdekében jelentkezzenek a rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán. Várják azok jelentkezését is, akik a baleset után a sérült nőnek próbáltak segítséget nyújtani. A történtek körülményeinek tisztázását segíthetik azok is, akik a baleset idején a helyszínen jártak és látták az esetet, illetve a történtekkel kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. A karácsonyhoz közeledve többen szoktak adományozni, jótékonykodni, mint az év másik időszakában. Ilyenkor a civil szervezetek és egyéb közösségek is gyűjtést szerveznek. Akár a nagy bevásárlóközpontok előtereiben is találkozhatunk önkéntesekkel, akik a karácsonyhoz közeledve adományt gyűjtenek a rászorulóknak. Ön szokott adományozni? Hát én főleg a Máltai Szeretetszolgálatnak, illetve a állatvédők, nem is állatvédőknek, hanem akik a madarakat mondjuk gyógyítják, ilyen állatkórházaknak szoktam adományozni. De évközben is, tehát nem csak így karácsonykor, hanem évközben is. Hát én nézze, általában a tévé megadja, hogy most is a Karitásznak mi a telefonszáma. Akkor erre szoktam. Ha van másik ilyen, mondjuk, hogy a reformátusok is, akkor nekik is ennyiben. És mondjuk, ha ruhagyűjtés van, akkor össze szoktam szedni azt, amit jó még, de felesleg, és azt el szoktam vinni. Természetes, mi is szoktunk a református egyháznak adakozni, és én is fontosnak tartom, hogy akinek nincs, meg van egy telefonszám is, 13 valamennyi. Igen, megadják a telefonszámot is, és arra szoktuk, hát a hívással kapcsolatban az. Fiatal nevelt túzokokat telepítettek vissza a vadak közé Dévaványán. Lapszámle következik. Vad túzokok közé tértek. Idén 6 fiatal túzokot telepítettek vissza sikeresen a szabad természeti környezetbe.
A Körösmaros Nemzeti Park weboldala arról számolt be, hogy a fiatal túzokok számára kedvező, hogy az életük már a vadmadarak között zajlik, mert a fajra jellemző viselkedés mintákat tőlük veszik át. Fél évszázadot ünnepeltek. 50 éves évfordulót ünnepeltek a békési öreg diákok. A Békési Újság azt írta, 1968-ban a 2-es számú általános iskola 8. A osztályában 37 fiú és lány fejezte be elemi iskolai tanulmányait. Pontveszteség nélkül bajnokok. A Szarvas elleni idegenbeli győzelemmel az élen zárta az évet a gyulai női kézilabda csapat, írta a BMS Extra. Az MB2-es kézilabda bajnokság délkeleti csoportjában a Fürdővárosi Együttes példátlanul eredményes volt. Évfordulót ünnepeltek. 150 éve szentelték fel a nagybecskereki székesegyházat, írta a Magyar Kurír. Bánát főpásztorával 10 püspök misézett együtt, többek között Kisrigó László és Gyulai Endre. Szerdán csak kevesebb csapadékra kell számítanunk, ugyanakkor szinte napról napra hidegebb lesz. Csütörtökön kisüthet a nap, de hószálingozás is előfordulhat. Szerdán még borongós lesz az idő, vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk. A hőmérséklet az éjszakai 0 fokról délutánra 3 fokig emelkedik. Csütörtökön hideg időre készülhetünk, reggelenként erősödő fagyokkal. A hőmérséklet 0 és 2 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Közepes kockázatú a megye. A sertéspestisről tartottak képzést a térség vadászainak. Hunyadi 560. Hagyományteremtő céllal rendeztek versenyt a magvetőben. Csillagász a kézjegyben. A műsorban Márki-Zay Lajos beszélt élményeiről és nehézségeiről. Táncművészet a kamarában. Kulcsár Noémi Tell Labor című produkcióját láthatta a közönség. A Gyula TV híradóját látták, most a két jegy következik. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevizio.hu oldalon is. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!